Ezt itt vagyok hátul, de kiégett a lámpa. Sajnos, úgyhogy ki kell cserélnem a zizót egy másik típusúra. És ha ki van cserélve, akkor bekapcsoljuk. Valamivel jobb így a fény, nem? Nem biztos. Egy kicsit bennet is, utána egy gyerekjátékkal minden. Ugye, elvileg jobb a fény, nem tudom. Nem tudom, mennyire majd lehet engem látni, remélem, majd lehet. Kicsit nehezebben mozgok, mert dobtam a kozára. Ja, lehet ezt máshogy úgy mondják, hogy mocskosú be vagyok zabálva. Na, szóval, ez az egész itt arról szól, nem csak az az egész, hanem mondjuk ez az egész videó, hogy nem szedtem össze a gondolataimat, tehát így agyból, meg fejből próbálok így mindent előadni. Elvég látjátok, hogy itt nincsen ilyen súgógép körülöttem sehol. Ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan lehet, fontos, jogtisztán, hogyan lehet pótolni is a mindtestet, és helyettesíteni is. Jó? Megpróbálok bemutatni mindent, jó, persze nem fog menni mindent, nem fog tudni bemutatni, mert az már a ti dolgotok, hogy minden egyes dolgot, ami a játék része, azt kitapasztaljátok, és rájöjjetek mindenre, hogy mi micsoda, jó? Ez a kép, amit most láttok, ez egy általános kép, ez majdnem minden STM-re igaz. A bal oldalon fut egy szerver, az abban a pillanatban, hogy leülök, azt elindítom, azt a srácok ott játszanak. Itt van a Facebooknak az üzenője, itt lehet üzengetni mindenféle kevésbé normális dolgokat, mindegy. És... most itt valamiért nem akar menni. Mindegy. Na. Tehát itt lehet üzengetni, itt van a regényem. A regényem mögött van ilyen lap. Ez a lap, ez. Ez mutatja, hogy a regényben melyik oldalakat, mondjuk így lapokat, melyik oldalakat kezdtem el írni, és melyiket nem. Ugye a kék az a rész, amiben már írva van, a fehér az a rész, amivel hát így mocskosul el vagyok maradva. Mert az lenne az ideális, ha minden nap tudnám írni a regényt, minden nap tudnék vele haladni. Mindegy, ez nem a videóhoz tartozik. Ezt most eltesszük innen a francból. Itt a jobb oldalon szól a zene, ezt most kicsit így megállítom. Ez itt szól, ugye, fejhallgatóba. Igen, jól látjátok, ez a SoundCloud-nak a weblapja, mindenféle egyéb zenékkel, ebben most talán bele sem menjünk. Ez a set, ez a helyzet. Jó? A játéknak a bemutatója az, hogy beteszem ide a középre, ja, és legalább tényleg az alapvető dolgokat bemutatom benne. Ez répa ültetvény, jó? Ez meg kukorica, de már megérett, úgyhogy le lehet kaszabolni, mint a gaz szörnyeteget a szörnyes játékban. Mindegy, és ebben az esetben, amikor le kaszaboltuk, akkor lesz belőle kukoricánk, amiből a kukorica magot ki tudjuk szedni, meg tudjuk enni, vagy el tudjuk ültetni ugyanúgy. Persze előtte érdemes jó fölkapálni a helyet. Ezeket a dolgokat nem mutatom meg, mert mondjuk így evidensek ezek a dolgok. Jó. Elteszem a magokat, elteszem a fákat. Jó, van nálam egy pár ilyen fölösleges idétlenség, de most nem menjünk bele, jó? Tehát kilépek a főmenübe. Abban sem vagyok biztos, hogy látjátok, hogy mi történik itt. Kezdjük előre. Ja? Ezt is bezárom. Igen, itt a jobb oldalt vannak ilyen processzorfigyelő, memória kezelő, idétlenség. Itt alul írja, hogy már egy frissítés elérhető, amit általában nem nagyon veszek komolyan. Meg itt van az általános idő, és egy ilyen túlzásba tolt minimalista háttérrel tengetem napjaimat. Amit el kell képzelni erről a mindtestről, enter, jó, nem ezen az ablakon zártalak be, mindegy.
Csináljunk egy új világot, itt tudunk új világot létrehozni, és ennek az lesz a neve, hogy videó. Jó. Van egy seed. Ez egy gyönyörű szép angol szó, amit nem nagyon tudott lefordítani a fordító csapat, aminek én is voltam a részese kb. Egy-két hétig. Nem nagyon tudsz a magyar szót beírni. A seed az, az a véletlen generátor, ami alapján a tájat generálja. Jó, beírunk egy tetszőlegesnek vélt, véletlenszerű betű, szám, sorot, tehát teljesen mindegy, és oké. Okay. A létrehozásnál létrejön a játék maga. Ezekben a gombokban most nem megyünk bele. Létrehoztuk a játékot, egyből el is indítjuk, jó? Tehát semmit nem adunk hozzá. Ez, amit most látunk, hát hogy is fogalmazzak, ez maga a nyers játék, jó? A játék annyira üres lesz, hogy semmiféle szörny, semmiféle kiegészítő, semmiféle hát mondjuk így só, bors, paprika, semmiféle olyan dolog nem lesz benne, ami mondjuk segít elhihetőbbé, illetve életűvé tenni a tájat. Ez egy natúr játék. Jó? Most beírtam egy csalássort. A csalássor azt teszi lehetővé, hogy tudjak fölemelkedni a levegőbe, repülni és elindulni előre. Ez most nem hangzik túl soknak, de nagyon sokat segít abban, hogy ne a havas tájat lássuk, hanem elinduljunk egy másik... Vagy van? Ezt elfelejtettem megnyomni. Tehát elinduljunk egy másik irányba, ugyanis nem ez a játék. A játék nem az, hogy van egy havas táj, és nézünk 3 kilométerre, és akkor fú, de jó, mert látjuk a távolban a havas, mondjuk így hegyeket, hanem rendkívül sokféle változatos tájat generál alapvetően is a pálya. Jó? Tudunk csalni, tehát le tudunk menni a föld alá, de ezt azért érdemes kikapcsolni, mert csúnyán össze lehet zavarodni. Szóval hátunk mögött a havas mondjuk így tundrai táj, előttünk pedig már a zöld almának, meg a piros almának a zöld fája, meg a pici sárga virágok vannak. Nagyon-nagyon sokféle tájat képes legenerálni, attól függően, hogy a generálónak miféle szám és betű sort írunk be, ez rendkívül sokat dob, ront, illetve javít a helyzeten, hogy mennyire élethű, illetve kevéssé élethű az a pálya, amit éppen sikerül generálni. Jó? Van térképünk is, természetesen ez nem a játék része, ez csalás. Ez a térkép most nekem azért van itt, mert az előbb ebbe a konzol nevezetű dologban beírtam ezt a csalássort, jó? Tehát a térkép most azért van itt, hogy nagyjából lássam, merre állok arccal. Itt van egy pillangó. Ez marha élethű. Higgyétek el, sárga pillangó, jó? Menjünk tovább, ezen most ne akadjunk föl. Itt vannak kaktuszok, igen, négyszögletes kaktuszok, kevésbé életűen. Mindegy, homokon van kaktusz, és akkor így azon nő. A kaktusz mellett egyből ott van egy ilyen oázisszerű homok, sivatagos rész. Errefelé már kicsit ilyen dzsungelesebb, erdős részt is látunk. Hát ez itt a lomb maga. Tehát egybefüggő esőerdő, és akkor itt van megint egy ilyen rész. Minden egyes részt, ahogy így megyünk és haladunk, más tájat generál, ahogy haladunk előre, úgy generálja. Tehát ne várjunk szörnyeket, ne várjunk kiegészítőket. A játék eleve úgy van megcsinálva, hogy előre oda van készítve a lehetősége, hogy te tedd be azokat a kiegészítőket, amire te vársz. Jó? Megnyomom az I betűt, a Windowshoz szokott Minecrafton felnőtt falvédőről frissen lemászott kollégák is tudják. Ezen a területen szerelni lehet. Ezt persze úgy mondják angolul, hogy craftolni. Tehát, nézzünk egy példát, itt egy fatörzs. Abból ökleimmel, ugye, mert olyan fanyúvő, illetve vasgyúró testem van, itt látjuk a testemet, kevésbé életű kocka fejjel, most mindegyben nem menjünk bele. Az I betű lenyomására ebből a farönkből, amit az előbb kiütöttem, tudunk
feldolgozási anyagot csinálni, most ebben az esetben 4 darab deszkát tudunk csinálni. A 4 darab deszkát tovább is vissza tudjuk tenni, hogy pálcikát képezzünk belőle. A pálcika azért fontos, mert minden egyes szerszámnak ez lesz a nyele. Jó? További fára van szüksége ahhoz, hogy a szerszámnak magát, a munkavégző felületét ugyanúgy meg tudjuk csinálni. Természetesen most fáról beszélünk, tehát kinyerjük ismét a 4 mondjuk egy deszkát, és a 3 deszkát ide fölülre tesszük, ebből készül majd egy csákány, alul ellátjuk egy nyéllel, és már is a csákányt innen el tudjuk venni, és fel tudjuk használni. Ez egy tök alapvető dolog, ezt elvileg minden egyes ember tudja, aki a Minecrafton, illetve a hasonszörű, kevésbé igényes játékokon felnőtt. Most ezzel a fa nyelű és fa fejű, fa munkafelületű csákánnyal is mondjuk így relatív normálisan kivitelezett munkát lehet végezni. Most egy követ már kiütöttem, és 3 kőtől, na most jön ám a nagy meglepetés, ez aztán kellett fantázia vastagon, most a 3-ból szenet is bányáztam vajon, itt is van szén, 1, 2, egy pár követ azért összeszedek, ha lehet. Mondjuk ez pont egy kapa. Igen, tehát 3 kőből, tehát 3 követ fölülre teszek, alulra 2 pálcika, és akkor abból lesz egy kőcsákány. Nem egy nagyon bonyolult dolog, tehát a fa csákány helyett egy kőcsákánnyal könnyebb a munka, illetve tovább bírja. Most egy pár követ kifejtettem, igazán nem vittem túlzásba, és ebből a pár kőből már hát mondjuk ez egy harmada a használhatóságának le is ment a csákányból, tehát utána ez eltörik, meg is semmisül, tehát nem fogod tudni használni, a nyele is megsemmisül, tehát minden. Na kezdjük ezzel, hogy itt, amit te készítesz, az itt megjelenik, és azt be tudod tenni a kezedbe. Elvileg ez egy tök alapvető dolog. Közben rájöttem, vétettem egy csúnya hibát, ez itt most nincs. Hú, ezt hogy magyarázzam meg? Na, szóval az a helyzet, hogy beírtam az összes csalás engedélyezés a sort. Ez az, amit az elején mondtam, itt van nekünk ez a térkép dolog, hogy ez azért van, mert beírtam a csalás sort. A csalás sor engedélyezi számomra a térképet is, és az úgynevezett teli zsebet, tehát a kreatív módot is. Nekem külön a szerveren, a többiektől eltérően. Tehát én, amikor idejövök a bányába, maradjunk a fa csákánynál, és van már egy, most az pont nincsen, mindegy, csinálok egy követ. Tehát kibányászok egy követ. Ugye látjuk, hogy van egy kő. Ha kibányászok még egy követ, ez az egy kő nem adódik hozzá a többi kövemhez, ugyanúgy csak egyetlen kövem van, mert nekem kreatív módban van a karakterem. Jó? Az összesnél én ki tudom választani a hát amit csak akarok, szinte mindent. Mert nekem ugyanúgy kreatív mód van, mint az összes többi csalónak. Tehát van már gyémánt csákányom, mennyi kell? Az összeset be tudom tenni magamnak. Így néz ki egy gyémánt csákány, jó? De most talán ebben nem menjünk bele. Most ezeket mind visszahaingálom a mondjuk így varázszsebbe, jó? Tehát ilyenkor, amikor kreatív módban vagyok, nem fog tudni bányászni, mert ha bányáztam egy szenet, bányászok még egyet, az már ide nem kerül be. Jó, ez egy ilyen dupla bemutató lett. Jaj, kedvencem. A shoulder. Küldjük felfedezni. Jó, azt hogy leesett. Na, a shoulder ilyen ez jó. Vegyük észre, hogy itt nincsen élelmiszer, ital, meg hasonló hiányosságok vannak, jó? Tehát itt csak a szívecskék vannak, ami az életerőmet jeleníti meg. Hogyha lemegyek a víz alá, megjelennek a buborékok, tehát hogy mennyi levegőm van, amíg meg nem halok, jó? Nincs kiegészítő dolgok. Ezeket a dolgokat benne hagyták, hogy ide valaki írjon modot, jó? Ja, most kiléptem véletlenül. Nem baj, elindítjuk újra. A világ természetesen az az úgynevezett videóvilág, ez elérhető. Hiába van beírva, hogy nincsen kreatív mód,
az a játékos, annak már be lett írva a csalás módja, tehát az az egy karakter, aki innen játszik, az már kreatívban van. Jó? Töröljük ki. Nincs több. Létrehozunk egy új világot. Mondjuk ennek is az lesz a rávai videó, csak ennek most az, hogy kettő. A seedet teljesen átírom, és egy darab A betű lesz a kezdete. Na most kezdődik a többi érdekes dolog, amiről az előbb nem tudtam beszélni, de azért akartam bemutatni a vanilla játékmódot, mert az a nyers. Az a nyers, ami elvileg változtatás nélkül így át van adva, hogy tessék, ezen is lehet változtatni, de ez relatív kész van. Bármin lehet változtatni. Az igazi poén az itt kezdődik, hogy beírtad azt a seedet, hogy például egy A betű, és van térkép generátor verzió. Tudsz 5-ös verziót, 6-os verziót, 7-es verziót, sima földet, fraktál földet, hegyek, völgyek földet, single node az egyébként is, van Kárpátia, és egy csomó mindent be tudsz állítani. A legtöbb mod, a legtöbb kiegészítő az úgynevezett 7-eshez készül. Tehát létrehozzuk a Video 2 nevű A seeddel ellátott 7-es generátort a Mindtestben, erről is meg később beszélünk. Itt alul van 4 fő gomb. Erre mindjárt visszatérünk, jó? Mert ez külön nagy kapcsoló. Most egyelőre maradjunk itt a Video 2, ez a pályának a neve, és elindítjuk. Ha elindítjuk, ugyanazt a játékot kapjuk, mint az előbb, mi viszont beállítjuk. Hát, ide még nem kérem bemenni. Az a helyzet, hogy nem tudjátok, oda most mi került be. Itt vannak fölül a fő fülek, hogy indítás, belépés, tartalom, beállítások, köszönet, nyilvánítás. A beállításoknál nagyon-nagyon sok minden van, tehát több van, mint ami látszik. Ez itt egy relatív erős gépnek számít, tehát lehet ezt csinálni vele, lehet azt csinálni vele. Be lehet állítani egy csomó shadert, tompított megvilágítást, normál felületgene, hullámzó vizet, parallax occlusiont, ami a dombor textúrát kiemeli, stb. Ez Windows-on jobban működik. Bump mapping, tónus, külön tónus kiemelés, részecskék, simított megvilágítás, 3D-s felhő, itt láttuk egy felhőt, de ezt lehet kapcsolni, hogy csak egy lap, vagy tényleg ilyen kocka felhő, az üvegek csatlakoznak-e, vagy a vízbe, a víz felületébe be lehet-e látni, amikor ránézek valamire, akkor azt emelje ki, húzza körül, a levelek mennyire szépek legyenek, egyszerűek, vagy csak sima levél, és van úgy külön szép levél. Az élsimítás hányszor legyen, ezt nagyon le tudja lassítani a játékot. De menjünk tovább. Ha minden egyes speciális effektet kikapcsolsz, bekapcsolod azt, hogy a víz nem látható át, utána bemész a beállításba, és beírod, hogy képernyő felbontás, akár angolul, akár magyarul, leütöd az Entert, beállítod a képernyő felbontását, 320x240-re, vagy 640x480-ra, most talán mindegy. Leveszed a látótávot egy egymagos Celeronon, egy 1.3-as, 1.4-es Celeronon is tudsz vele játszani, a többiekkel. Jó, lesz 15 FPS, igen, tudom, de nagyon-nagyon lassú gépekre is alkalmas, és gyorsabb gépekre, meg be lehet kapcsolni az effekteket, hogy szebb legyen. Tehát a szegények is tudnak vele játszani, meg a gazdagok is. Menjünk ide a internetes szerverek. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok van. Mindegyik szerveren saját szabályzat van, saját admin rendszer van, saját elképzelés van, saját világ. Az egyik francia, másik a magyarok nagyon nincsenek. Mert senki nem indított még magyar szervert, én nekem szokott itt futni ez. De rengeteg van, tehát most így görgetem őket, borzasztó sok van. Ez más színű. A fehér alatt a szürkék, a régi verzió. Csak ezek a jó verziók, amik itt fölül vannak. Na mindegy, menjünk erre a harmadik fülre, ez a leghíresebb fül, mert az a neve, hogy a tartalom. A tartalom azért vicces, mert bármit kinézel magadnak, bármit, azt ide be tudod tenni ebbe a listába. Ide van írva fölül, hogy már telepített csomagok. TT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 
Itt van nagy gomb. Online tartalmak böngészése, vesző, telepítése. Az a szó ott nincs, de egyébként erre vonatkozik. Most megnyomtam a gombot, egy új ablak jött elő, hogy azokat a csomagokat, amiket én szeretnék, telepíthetem. Most jön a csavar. Remélem kapaszkodtok, mert most jön a csavar. Minden egyes világba te külön modokat tehetsz. Na még egyszer. Ezt most nem. Hol megint megnyomtam az eszképet. Na még egyszer. Tehát, indítás. Alul van ez a 4 főgomb. Van akinek 64 főgomb van, most ebben nem menjünk bele. Itt van az ördög világa. Hades, revisited. Ezek a főgombok itt alul a világválasztó gombok. Tehát önálló, komplett, alig moddolni való modok. Itt van a sima mindtest gomb, itt van a mindtest life gomb, itt van a X environment gomb, és itt van a Hades világa gomb. Ezek mind önálló játékok, és ha önálló játékot csinálok egy új játékot, elindítom, az egy komplett, teljesen más játék. Nem is lesz olyan, mint a Mindtest, vagy a Mindtest Life, vagy a stb. Ezt már alapból úgy kezdem, hogy hatalmasat lehet ugrani. Ez a Hades világa olyan, hogy... igen. Szóval van... Mi ez itt? Van prizmakard, prizmacsákja, csákány, van fűszermag, van krumplimag, van lámpa, annyi minden van benne, hogy ez már egy komplett világ. Itt is máshogy néz ki az életcsík, máshogy néz ki a evőcsík, illetve hát a éhezőcsík, vagy hogy kell ezt mondani, mennyire vagy éhes, azt mutatja. És igen, itt vannak lávák, hát igen, sok. És nem érdemes beleesni a lávába, mert kevésbé vicces. Mindegy. Kinyitjuk ezt a részt, és akkor a víz le tud ide folyni a lávához, mert a víz az nagyon szereti a lávát, én úgy tudom. Nem biztos, de azért ezt most mindenki próbáljuk. Nem fog belemenni. Igen, már látom. Nem baj, mindjárt megoldjuk valahogy. Ezt nem tudom kicsákányozni, jó. Majd mindjárt megoldjuk így, jó? És akkor a víz rámegy a lávára, és ismerős hangot hallottunk innen. A láva felső felületét eloltotta, és itt az alsó felületébe is befolyt. Máshogy viselkedik minden. Minden máshogy viselkedik, mint a sima mindtestben. Jó? Tehát nem képződik obszidián, nem úgy viselkedik minden, mint ahogy azt, oj, majd én tudom, persze. Tehát, akkor még egyszer, minden egyes világba mindent lehet szabályozni. Jó? Menjük vissza ide a főmenübe. Van ez a Mindtest Life nevű játék. A Mindtest Life is mindentől eltérő, egy saját elképzelés. Mondjuk itt most van egy pár hiba, ezt természetesen én csináltam, mert a játékok között, wow! Bele ide csapott egy villám, vagy mi volt az? Lement egy csomó... lement egy csomó életem. A világok között így össze-vissza ugrálni nem lehet, mert akkor valamiért csomó hibát kír, de újraindítod és elindítod ezt, Mindtest Life, akkor szépen fut és egy darab hiba se lesz benne, ezt tudja mindenki. Most van nálam egy csomó TNT, amit szerintem még a múltkor pakoltam be a zsebembe. Valószínűleg ez indokolja ezt a rengeteg tüzet. Igen, jól látjátok, esik az eső és az eső nem oltja el a tüzet. Ez a szintű eső nem, ha jól emlékszem, akkor a nagyobb szintű eső elolja. Itt most a lángoló füvet látjuk, tehát a fű is képes meggyulladni. Itt minden máshogy van, minden máshogy működik. Igen, jól látjátok, nem jött hozzám közel a homok kocka se és a sár kocka se, tehát nem ugrik be a zsebembe magától, tehát rá kell menni és rá kell nyomni, hogy én azt a dolgot fölveszem. Erre is van mód. Na menjünk vissza ide a főmenübe, hogy értsétek, mind a négy gombhoz, mint főjáték, külön lista van. Minden, ez a sima Mindtest game. Most azért lépek ki, hogy ne okozzon hibát, hogy megint ugrálok a játékok között. Bocsánat. Szóval itt a sima Mindtest játék. Megcsináltuk a Videó 2 nevezetű játékot. Remélem tudtok követni. És a Videó 2-be
Nem tettünk be semmiféle modot, kiegészítőt. Itt vannak a szörnyek. Szörnyek vezérlője, állatok, a barrogot nem teszem be, az nagyon gáz, emberek, farkas, van külön mod a farkasra, még több érc, többféle fa, kifulladás. A kifulladás az az a mód, ami tartalmazza az éhezés módot is. Aztán van, ne, direkt nem teszek be mindent, farmolás, kroppok, tehát a zöldségek termesztése, aztán van a CMI, az is egy nagyon híres mód, favödör mód, hogy meg tud tenni, akkor van a 3D páncél mód, az íjak és a nyilaknak a módja, ezeket direkt nem rakom be a többit, mert azok még elég durvák, azokat még nem akarom megmutatni. És a játék eredetileg direktek így néz ki, pláne miután ezt nem szeretem. Most nem tudom, hol a nap, szerintem pont a hegy mögött fog fölkelni, vagy éppen megy le. Nem tudom, mennyi az idő, mert ugye ezt nem tudjuk. Én szerintem kell föl a nap, most éppen egy hegyen így megyek lefelé, remélem látjátok. Hát, igen, kell föl a nap. Na, tehát most van reggel. Amit most láttok, az egy sima játék, azon van már tele van moddal. Tehát lesznek szörnyek a szárazföldön. A vízre külön szörnyeket kellett tenni, hogy cápák, halak, veszélyesek, nem veszélyesek. Ezeket mind te magad kell kiválasztod és be kell tenned a játékba úgy, ahogy azt te szeretnéd. Jó? Na, most itt látjátok, ezen a szerelő asztalon, mint crafting terület, itt semmi nincs. Minden üres. Itt mindent neked kell megcsinálni. A szívecske fölött megjelentek a kenyérkék. A kenyérke mutatja, hogy te mennyire vagy éhes, illetve mennyire üres a hasad. Ha egy helyben állsz, egy helyben nézel, elmész tényleg WC-re, elmész, teszel, veszel, rakosgatsz, a kenyér nem fogy. A kenyér csak akkor fogy a hasadból, amikor mozogsz. Aktív vagy, forogsz, kraftolsz, ásod a sarat, dobálod a sarat, mit tudom én, tehát foglalkoztatod a játékot. Jó? Azt mondjuk nem értem, hogy miért nem kerül elő egyetlen bárány se, pedig ez sár. Mondjuk a bárány az ott szokott gyakrabban előfordulni, ahol zöld a fű és nem ilyen száraz, sivatagiasabb rész van. Most 3 kilométer az elég gáz, de... Na, a másik, hogy szervert lehet indítani, ugyanebben a felfogás alapján. Most oda át kéne menni, hidat kéne építeni, vagy mit tudom én. Nem tudom. Nem tudom, merre kéne elindulni, hogy zöld területet lássak. Most így néz ki a játék. Jó? Most be fogom írni a... Ja. Nincs térképünk. A konzolba beírom ugyanazt a csalásmódszert, amit az előbb. És a csalástól én nekem külön kreatív módom lesz. Jó? Tehát, most beírtam a csalásmódot. Az egész játék nem változik semmit, de a játékos, tehát ő... Már kreatív módban van, tehát ő bármit kiválaszthat, az összes ruhát, az összes fegyvert, kaját, mindent, még az atombomba, nyilat is, bármit. Na jó, ezt megmutatom. Azért ez egy kicsit beteg. Na lássuk, Bov. Most ahol lett, az nyilvösszön. Ezt most írtelen nem tudom. Majd mindjárt... Na, itt van egy ilyen aberrált szám, hogy első oldal, remélem látjátok, hogy első oldal 208 oldalból. Tehát 208 oldalon keresztül lehet választani a lépcsőket, a háromszögeket, a piramisokat. Ezeket mind ki lehet hozni azokból a dolgokból, amiket te adtál hozzá. Ezért keresni kell. Nem fog tudni 200 lapot átlapozni. Jó? Nem fog menni. Úgyhogy... szűrni kell. Jó? Na, direkt mondtam, megmutatom ezt az atombomba nyilat. Az atombomba nyíl az a legkevésbé sem vicces.
Most betöltöttem az atombombát ide az íjamba. És... Jó, persze, ez nem túl sportszerű, per szabályos, ez most teljesen mindegy. Ide állok a szélére, és lövök egyet. Hát ott a fél hegy így eltűnt. Ezt nem tudom, mennyire látjátok, egy gömb eltűnt onnan. Természetesen, aki azon a területen volt, lett volna, az mind meghalt. Jó? Most ebben nem menjünk bele. 208 oldalon keresztül lehet válogatni, mi az, amire te neked szükséged van. Itt van a favödőr, itt van a széltáblától kezdve, anyám, hát itt rengeteg hülyeség van. Van tojás, van csirke. Itt van csirke. A csirkében az a vicces, hogy azt ugyanúgy meg fog jelenni majd a területen, de mivel van csalásmódunk, mi is le tudjuk tenni a csirkéket. Most talán ez kicsit idétlennek tűnik, de ilyen csirkék vannak a játékban, amik időnként, ha bezárod őket egy kerítéssel, fallal, ez most teljesen mindegy, mivel be vannak zárva, ez be van LSD-zve, szerintem nagyon csúnya szeme volt, mindegy. Ha bezárod őket egy területre, és csak egy adott területen tudnak menni, ott megeszik az összes füvet, és tojnak tojást. Jó? Tojást. Jó? A tojást azt föl lehet ütni, meg lehet enni, egy csomó mindent lehet vele csinálni, például sült tojást lehet belőle csinálni. Na menjünk tovább, van egy csomóféle... Jajaj... van tehén, panda, fekete bárány, kék bárány, barna bárány, ebből nem menjünk bele, warthog, pingvin, a francba már hányféle bárány, itt a fehér bárány, itt egy molylepke, farkas is van. Ja, közben ő föllökött engem, ezt láttátok az előbb. Na, oké, tehát fekete bárány, zöldbe, ez panda, ez nagyon pélán néz ki, de mindjárt elindul egyébként. Ez tehén, kék bárány, kék bárány, kék bárány, kék bárány, kék bárány, meg barna bárány, barna bárány, barna bárány. Jó, persze, rengetegféle szín van, meg mit tudom én, itt a sima fehér, pingvin, rengetegféle idétlenség van. Tehát ezeket a tojásokat így eldobálom, mert sokra most nem menjünk le. Ez csak tényleg csak arra való, hogy megértsétek. A farkas nem fogja megenni a bárányt például. Na, ezt mondjuk nem értem, miért van, de nem eszi meg. A farkas nem is mindig támad, csak amikor egy véletlen szám generátor alapján támad, akkor támad, egyébként nagyon nem. Ha te megtámadod, természetesen védekező mechanizmusa van, megtámad, mit tudom én, de nagyon komolyan nem kell venni. Ha nem támadod, nagy arányokban ő nem támad meg téged. Aztán van ilyen, hogy ember, meg csont, meg mit tudom én, ez talán annyira nem poén. Hello. Oh, ez bánt engem, ez nem olyan vicces. Oh. Ez nem jó, mert le fog nyomni, mert én most nem választottam semmiféle fegyvert magamnak, úgyhogy inkább beugrom a vízbe. Ő nem ugrik utána, mert ugye számítógép. De ott van fönn, ugye? Ezt tudjuk, úgyhogy kihasználva a mocskos nagy tudásunkat, öli a bárányokat, de már nem sokáig. Az életemnek levitte a hatalmas részét, de annyi esélyem van, hogy beírom, hogy husi, és a husiból betöltök magamnak egy jó párat arcomba, ja, közben morzsálom a husikat, és megtelt kenyérrel a hasam. Mert ugye én ettem husit. Na hát, tiszta logikus, ebben most talán annyira nem menjünk bele. De az a lényeg, hogy olyan modot lehet beletenni a játékba, amilyet te szeretnél. Én 208 lapon keresztül tudom lapozni, de rengeteg idétlenséget, de hogy ezt nekem ne kelljen, erre is van mód, hogy nekem ne kelljen lapozni. Jó?
Unified Inventory, tehát az, amikor megnyomom az I betűt és előjön a szerelő mezőm, az 3x3-as kocka, a crafting table. Azért indítottam újra, hogy ne legyen ugye hiba a konzolba. Na, megnyomom az I betűt, itt még mindig hiányzik a félegy, megnyomom az I betűt, és nem csak a szerelő rész lesz itt jobbra, hanem egy teljes ekkora részen látjuk majd, hogy mi áll rendelkezésre. És ebből a hatalmas mezőből nekem már csak 63 van, mert több minden van egy oldalon. Nem egy bonyolult dolog, igaz? És több mindenből lehet választani. Ja, itt alul van maga a szerelés. Itt van, mit hogy kell szerelni, hazaugrás, az otthon területének beállítása, hogy ez az otthon, reggelre állítása az órának, estére állítása, minden kitakarítása innen, plusz hátizsák és a páncélnak a beállítása. Lássuk, Diamond. Ez mind elkészíthető gyémántból. Tehát egy cipő, egy póló, most véletlen kettőt vettem, ez most talán nem olyan fontos. Jó, dobjuk el a francba. Úgy, teljesen mindegy, mert nem fog kelleni. Kell egy gatya. A sapkát most valamiért nem látom, itt egy pajzs. Ja, itt a sapi, igen. Na tehát visszamegyünk erre a részre, hogy páncél, és akkor gatya, páncél, és föl vagyunk öltözve csalással, igen. Tehát szó szerint most úgy nézünk ki, mint egy kevésbé elfuserált vasember. Páncél ruhába, tehát aki ennyi gyémántot föl tud venni, annak nincsen gondja a megemelt lakbérekkel sem, jó? Tehát nem egyszerű. A fej nem mozog, ez az ötös mind test. A fej mozgását is megmodolták a négyesbe, de az a mod az ötösre még nem lett átírva, tehát ott már a fej is mozog, a kar, és hasonló. Tehát belső nézetben természetesen nem látjuk, hogy mi mekkora kockák vagyunk, ezt külső nézetből tudunk selfit készíteni. Na, bekapcsoltam ismét a repülőmódot, hogy tudjunk repülni, de nem csak ezt akartam mutatni, hanem azt, hogy a játék, ezt a fehér villanást én csináltam, bocsánat, hogy a játék felbontásérzéketlen. Jó? Tehát teljes három képernyős megoldásra is képes. Jó? Így már látjátok, mekkora területet robbantott ki az atomnyíl. Jó? Kétszer is, mert ugye egyszer odalőttem, egyszer ide. Na, van térképem, ugye az már átkerült arra a sarokra, és így átlátni a területet más azért, mint az egy monitoros Minecraftos módszer. Jó? Nem biztos, hogy ezt most értettük. Ez most honnan esett le? Hát hús eső esik, értsétek meg! Hús eső! Ott egy vigyorgó valami, mindegy. Jó, persze most egy kicsit belementem a sziklába, mert elfelejtettem kikapcsolni a ne ütközz dolgot. Így. Most 3 kilométerre látótávunk, az azt jelenti, hogy hátranézünk, és ott még mindig látunk dolgokat, de ezt csúnyán föl tudjuk tolni 5000 méterig. Minden egyes ilyen plusszal, ugye 5000 méterre, illetve plusz távolságot, illetve mínusz távolságot lehet hozzáadni, illetve elvenni, és nem igazán látom, hogy akadozna, úgyhogy nem rossz. Itt fölül, most bekapcsoltam az F5-öt, itt fölül látjuk, hogy hány FPS, hány százalék, mennyit látunk, mennyi ez, mennyi a késés, pontosan mi a pozíciónk, merre állunk arccal, hány fokon, hány fokos szögben nézünk fölfelé vagy lefelé, és amikor kilépünk egy játékból, ezeket az adatokat ő marha jól elmenti, és legközelebb ugyanolyan szögbe állva tölthetjük be a játékot. Nem tudom, ez talán miért olyan fontos, próbálok egy kicsit zöldebb területet találni, jó, közben segít a térkép valamennyit, ott egy zöld rész. Amikor területet keresünk, letelepedéshez, illetve végre egy jó helyet keresünk,
akkor kell nekünk egy három, hogy is mondjam csak, tehát kell három dolog ahhoz, hogy te le tudj telepetni egy adott területen. A legelső, legfontosabb dolog, hogy alapvetően a területen nyersanyag formájában legyen kaja. Ezt vagy úgy éred el, hogy egy alma fa mezőre mész, vagy úgy éred el, hogy beteszel egy csomó modót, hogy például legyen banán. Ilyen kör alakú piros banán, mint ez az alma. Na jó, vicceltem. Szóval legyen kaja, ez az első. Második, legyen jó mély bánya. A jó mély bányát úgy tudod megnézni, hogy csalsz, hogy merre vannak jó mély bányák. Ugye itt látjuk, elég csúnya, nagy kígyók vannak, és ezeket a sötét kígyókat ugye föl lehet majd deríteni, ezek a bányák, és a harmadik pedig a víz. Nem fogjátok elhinni. Tényleg. Azért kell a víz, mert ti majd később, amikor itt letelepettetek, megettétek a kaját, kibányáztatok, a jövő hetet kibányáztátok, el fogtok kezdeni gazdálkodni, és ahhoz kell víz. Kell folyót csinálni, kell kapálni, most a hínárban mondjuk nem menjünk bele. Egy csomó minden fog kelleni nektek, és ez a három dolog kell alapvetően, hogy le tudjatok telepedni. Most eljövök ide, így, és ez a látvány. Tehát minden este, amikor én leülök mindtesztezni, mert valaki kéri, akkor ez a látvány az, ami fogad. Itt egy ember, és most rakott le egy tököt. Ez egy mod. Mert bele van téve, ott megy. Mert bele van téve a mod a mindtestbe, és már rég működik. Hova rakta? Itt van. Láttátok, végig van videózva, nincs vágás, ide rakta a tököt, és itt megy a játékos. Ez, hogy ennyivel magasabban van, mint a talaj, ez már be van jelentve, ez bug, ezt tudják, ezt most ez ilyen. Majd ki lesz javítva, én ráérek. Így is ingyen dolgoznak, a szabad idejükből, a családjuktól veszik el az időt, ez pontosan tudjuk. Szóval ez a látótáv, ami itt van, azért ez nem olyan gáz. Mondjuk könnyebben el lehet viselni, mint az egy monitoros jávás megoldását a mindtestnek. Ezt egy kicsit összép húzom, jó? Hogy ismét ilyen Minecraftos feelingje legyen, és akkor csak egy monitoron fut, jó? És akkor látjuk, hogy nagyjából ez a széle, ennél jobban úgyse tudok jobbra-balra menni. Hol van? Most persze csalók, meg repülök itt a levegőben, meg ilyenek. Na itt van egy plusz növény. Ezt hogy hívják? Na hát, nem mondom meg mi ez, jöjjetek rá, jó? Van benne egy csomó olyan növény, ami a sima, natív mindtestbe nincs benne, mert ezt mod rakja bele. Ott van még egy tök. Tök jó. Gyémánt karddal ennyi ideig tart, mire szétszedem. Páncéltök. Nem tudom mi ez. Na, mit lehet belőle csinálni? Ja, semmit, kétszer? Az jó. Akkor egy se kell, köszönjük, dobjuk el a francba. Na, ne felejtsük el, hogy én most kreatív módban vagyok, tehát amit fölveszek, az N plusz pi a 13. szor le tudom tenni, jó? Tehát most ne kötekedjünk abba, hogy fölvettem egyet, leraktam kettőt, nyilván értitek ez, hogyan működik a kreatív mód. Tényleg, lépjünk tovább. Na, a játék bemutatója nagyjából ennyi volna, kicsit zavarja a szemem, hogy egy monitoron fut ez a vacak. És visszarakom mégiscsak nagyra, mert ne vacakoljunk. Úgyhogy tud ez szépet, tud ez jót, de ahhoz, hogy pontosan olyan legyen, mint a te elképzelésed, ahhoz te neked olyan módokat kell betenni a játékba, telepíteni, amit te szeretnél. Világos? Akkor kilépünk. Mert amiután letöltötted az összes modot, na most jön a meleg rész, ez a regényem, de ezt most lapozzuk el. Tehát... Fú... Ez a mindtest mappa, itt vannak benne... Nem megyek be, ezt majd ahogy... bemegyek. Hatos. Jézus, nem. Nem megyek be. Ez a hatos világ, amit az előbb csináltunk, biztos emlékeztek rá. Itt ez egy mappa. Ennél jobban nem tudom kinagyítani, tehát ez egy mappa. Minden egyes játékhoz, minden egyes világhoz, amit te csináltál, a számítógép csinál egy mappát. A mappában benne van minden TXT-ben.
Ez azt jelenti, hogy amikor letöltöd a farkas modot, annak van, a farkasnak van valamennyi élete, valamennyi támadása, és valamitől sérül. Mindent át tudsz szerkeszteni a saját szája ízedre. Ugye világos? Vár, nincs, már megittem. Mindent be tudsz állítani, amit te szeretnél. Hogy a farkasnak 20 ezer élete legyen, 30 ezeret támadjon, tehát 30 ezeres sütése legyen, és azt 6 másodpercenként. Tehát bármit be tudsz állítani, hogy a te világod, a te elképzelésed valósuljon meg. Oké? Okay? Ez volt a Mind Test bemutató. Remélem tetszett. Én meg megyek, írom tovább a regényemet, mert mint láttátok, nagyon sok van belőle, ami nincs kész. Ugye, világos. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, remélem tanultatok ma is valamit.